akik a konkrétumokat hiányolják, egy 108 oldalas jelentésben mindegyiküknek elküldtük, kérem olvassák. Megfejtettem azt hiszem Verhofstadt úr irántunk fönnálló érzéseit, kár, hogy nincs itt. Úgy látom, hogy az a helyzet, tisztelt Verhofstadt úr, hogy ön jobban gyűlöl bennünket, konzervatív keresztényeket, mint amennyire szereti Európát. És a saját hazájuk ellen szavazó magyarokra is csak azt tudom mondani, az a baj önökkel, hogy jobban gyűlölnek engem, mint amennyire szeretik a hazájukat. Ami a korrupciót illeti, Bulman képviselőtársamnak mondom, Magyarországon minden pályázat nyilvános, bármely európai cég elindulhat, az egyedül induló pályázatok aránya Magyarországon 26%, az uniós átlag 24%, itt még van mit javítanunk. Az bizottsági jelzés alapján indított vizsgálatok aránya Magyarországon 47%, az uniós pedig 42%, tehát mi ebben jobban állunk. Timmermans úr által ismertetett bizottsági javaslatot az zéró toleranciával egyébként, amit júniusban kaptunk, mi elfogadtuk. Ami a CEU-t illeti, Weber úr téved. A bajor szabályokat, ha megnézi, azt fogja tapasztalni, hogy azok szigorúbbak, mint a magyar szabályok. Ön kettős mércével mér, hiába tartozunk egy pár családhoz. Ráadásul kérem önöket, menjenek föl a CEU Egyetem honlapjára. Én ma, mielőtt idejöttem volna, én fölmentem a honlapra. És ott a következő mondatokat olvastam. Most tőlük idézek, arról a honlapról. Ezt olvashatják önök ott. Egy. A CEU működése a jövőben is biztosított. Írja magáról az egyetem. Minden most beiskolázott Budapesten fogja befejezni a tanulmányokat. Írja az egyetem magáról. Minden akkreditációja az egyetemnek érintetlen, írja magáról az egyetem. És azt is mondja, Budapest egy vendégszerető város, várjuk önöket, jöjjenek el és nézzenek körül. Ami a szélsőséges pártokat illeti, migráció elleni küzdelem nem pártkérdés. Én minden kormánnyal hajlandó vagyok együttműködni, amelyik meg akarja védeni a határokat, és megemelem a kalapomat a bátor olaszok előtt. Ami az antiszemitizmust illeti, szeretném világossá tenni, hogy Közép-Európában az csökken, Nyugat-Európában pedig nő. Sőt, a modern antiszemitizmus központja Brüsszelben van, mert onnan támogatják az Izrael ellenes szervezeteket. Kérem, ennek szenteljenek a jövőben figyelmet, és nem mi voltunk, hanem önök, akik megkoszorúzták Marxnak, aki a modern piacellenes antiszemitizmus atya a szobrát. És végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, én az Európai Néppárthoz tartozom. Látom, hogy bajban vagyunk, úgy látom, hogy gyengék vagyunk. Mi, európai néppártiak nem vagyunk elég erősek, hogy a saját utunkat járjuk. Úgy látom, hogy gyengék vagyunk, és úgy táncolunk mi néppártiak, hogy a szocialisták meg a liberálisok fütyülnek. Szeretném, ha jövőben ezen tudnánk változtatni. Aki pedig azt állítja, hogy a jelentés nem Magyarországot ítéli el, olvassa el a címét. Itt nem a magyar kormányt akarják elítélni, hanem Magyarországot. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie.